jelre kigyúlnak a hatalmas stúdiólámpák. Több mint negyed százada rögzítjük gyárunk életét, filmkamerával írjuk üzemünk, a város és részben az iparág történetét, magunknak, önöknek és utódainknak. Kulturális tevékenységünk ezen a téren kilép a belterjes keretek közül, hiszen mi saját magunk készítjük ezeket a filmeket, ezt is. Ezen kívül itthon és külföldön sikerrel vetített filmjeink arra is jók, hogy megmutassák. Hazánkban a termelés sikerei mellett az öntevékeny kultúra kellő támogatással mit hozhat létre. Kezdjük egy összehasonlítással. Ez a 10 éves hőkezelő berendezés ma már a múltat képviseli. Terjedelmes, nehézkes a kezelése, energiaigénye miatt pedig egyre gazdaságtalanabbá válik. 10 éve még dicsekedtünk vele, napjainkra már elavult. Ez az egyik új pasztőrözőnk már külső formájában is mai. Működési elve egyszerű. A megtöltött és lezárt üvegek képünkön 5x1-es körte befőttek, egymás után lépnek be a rozsdamentes acélból készült, 22 méter hosszú, teljesen burkolt, alagútszerű berendezésbe, és miközben végighaladnak benne, automaták biztosítják a tökéletes hőkezelést. Emberi kéz munkájára semmi szükség nincs, a hőkezelés teljesen egyenletes, minden emberi hibát kiküszöböl az automatika. Művelet végén az ugyancsak a berendezésben lehűtött terméket a szellítószalag a készáru raktárba továbbítja. A most látott pasztőrözőnek a bátyja, ez a magyar gyártmányú Huniszter márka nevű folyamatos működésű sterilizáló. A legtöbb főzelék és húsos étel csak 100 Celsius fok felett tartósítható. A berendezés megalkotója szellemesen oldotta meg, hogy a két végén nyitott gépen folyamatosan halad át a termék, míg belsejében nyomás alatt végbe megy a sterilizálás. Persze az ilyen nagy teljesítményű gépeket győzni is kell termékkel, mert csak a megszakítás nélküli üzemeltetésük gazdaságos. Kezelője, magasan képzett szakmunkás, csak egyszer állítja be termékfajtánként a szükséges időt és hőfokot, a többi a gép dolga. Óránként akár 12 000 darab sterilizálására is képes. Innen is csomagoló raktáraink egyikébe kerül a késztermék. ...1978-ig ilyen körülmények között csomagoltunk. Szerencsére üzemünk túlzás nélkül a magyar konzervipari gépgyártás kísérleti terepe már hosszú évek óta. 1978-ban lépett üzembe első gépesített csomagolóvonalunk, amely egy gyors ütemben követ a többi. Reméljük, a régivel összehasonlítva a látvány önmagáért beszél.